még pénteken, amiben a cigányokat, idézem, az állam kárára és szégyenére szolgáló csavargó fajnak nevezték. Mutatjuk a hangfelvételt mindjárt. A cigány önkormányzat elnöke és az MSZP szerint ez megengedhetetlen, és a polgármester csak növeli az amúgy is meglévő etnikai feszültséget. Még ezen emberfajtának megengedik, hogy fényes nappal házaljon, hogy ajtókat, zárakat, lakatokat fürkészen, mindenféle mesterkedéssel zsebeket nyisson, pecsétnyomókat véssen, addig ez az emberfaj nem javul meg. Miféle szerencse lehet az, hogy derék, becsületes embernek neve napján vagy újévkor egy csapat feslet cigány kívánhat. Ezt mondta a hevesi polgármester pénteken a megyei közgyűlésben. Annak kapcsán szólalt fel, hogy február elején romák járőröző rendőrökre támadtak. A megyei cigány önkormányzat elnöke és az MSZP frakció vezetője is tiltakozott. Nem értem, hogy ő hogy nem érzi a felelősségét, ez egy város polgármestere. Nem megoldás, nem politikai megoldás, hogy ilyen rasszista felhangokat kapjon a történet. Oda a kamerában nagyon kevesen merik elmondani. A polgármester elismerte, hogy az idézet rasszista. Mérhetetlen megosztó, és hát sokan azt mondták, hogy rasszista. Vállalom ezt is. Azt mondta, azért mondta el az idézetet, mert egyedül nem tudja kezelni a problémákat. És el fogom mondani ötödjére és tizedjére is, hogy verje ki azokon a helyeken a biztosítékot, ahol döntést kell hozni. A Dankó István utcában azóta többen a polgármester lemondását követelik. Mondjon le! Mondjon le, ilyen fajgyűlölő nem kell. Egy 1916-os, ha már cigány kérdésnél tartunk. Csáki Zsigmond azt mondta, még más idézeteket is tud, olyanokat is, ahogy ő fogalmazott, amik még keményebbek. Legközelebb holnap szólal fel a kistérségi önkormányzatok konferenciáján, azt mondta, oda is egy idézettel készül. Olyan megfogalmazások vannak, hogy ezt már el sem merem mondani. Pedig...